Köszöntöm Önöket! Major Melinda vagyok, és ez az Élő Örökség. Most pedig látogassanak el velünk a Felvidékre, ahol bemutatjuk Önöknek, hogyan ünnepli a húsvétot a berzétei református gyülekezet és a Kárpát-medence talán legkarizmatikusabb lelkésze, Mudi Róbert. Libatojást próbálok megfesteni, és ezek a házi libáinktól vannak. Folyamatosan kifújjuk őket, és hát mindent felhasznál a család, többek között a libatojásnak a héját is. Ez tökéletes arra, hogy játszóházakban megfessük őket. Húsvéti játszóházat tartunk Berzétén, a Felvidéken, és mellettem vannak Berzétének a gyermekei. Ennyien vagyunk, ők azok, akik magyarok és reformátusok. Tudjátok, kezdhettem volna úgy a mai ige hirdetésemet, hogy a húsvét, a héber Pesach szó, ami azt jelenti, hogy átmenni, kikerülni, újra értelmezése, és a tavalyi napi egyenlőséget követő első holtölte utáni vasárnap tartjuk. De az ember figyelme már is elkezdene lankadozni. Vagy mondhattam volna általánosságban, olyan paposan, hogy Jézus Krisztus az emberiség bűnét vitte fel a fára, és feltámadásával nekünk reményt adott. Úgy gondolom, hogy sokan hallottátok már, de megszólít? Nem biztos. Vagy mondhattam volna nagyon tudományosan, hogy Jézus Krisztus, aki az agapénak a szakrálisból a profánná transformálódó szubstanciája, a húsvétban az eszkaton transzszubstanciális manifestációja lett. És én úgy gondolom, hogy rögtön mindenki elkezdene azon gondolkodni, hogy miért nem a Vinettut nézte inkább oda-haza. A kereszténység az nem csak templomi istentiszteleteket jelent, hanem egy közösséget. Egy olyan közösséget, akik megtapasztalják Jézus Krisztusnak az erejét, a feltámadásba vetett hitnek a bizonyságát és a csodáját. Egy olyan közösséget szeretnénk építeni, akik hisznek, akik nem keserednek el, látva a világnak a dolgait, akiknek van egy reménységük és egy másfajta látásuk, hogy az összes nehézségen túl van egy másik élet, hogy az itteni, ez csak az előszobája az egésznek. Erre próbáljuk őket nevelni. A mai játszóháznak az egyik üzenete éppen ez volt, hogy ne féljetek. Nincs olyan dolog, amitől a hívő embernek félnie kellene. Még a legszörnyűbbnek tartó dolgoktól sem, azért, mert van Jézus. Sajnos a társadalmunkra az jellemző, hogy sok mindenről lemondunk. Azt mondjuk, hogy nem érdemes már. Most a húsvéti játszóházon vagyunk, ahol a gyerekekkel kézműveskedtünk, játszunk, átadtuk nekik a húsvéti történetet, egy kicsit a szabadban játszuk, az állatokat megnéztük, és húsvét alkalmával kicsit összeértünk, hogy jól érezzük magunkat. Azért tartom fontosnak, hogy a berzétei és a környéki gyerekek egy kicsit összeszokjanak, új barátságok szövődjenek, hogy megismerkedjenek húsvéti történetekkel. Más ünnepekkor is találkoztunk, például karácsonykor is volt egy ilyen hasonló játszóházunk. Nagyon szeretjük a lelkész urat. Szerintem mindenki ez nagyon közvetlen és barátságos. A gyerekeket is nagyon szereti, és mindenkit meg tud szólítani. Mindenkihez tud egy pár kedves szót szólni. Már mióta voltam először táborban, arra már nem is emlékszek, mikor volt, akkor fogott meg engemet ennyire ez a ijászkodás, és akkor kezdtem el ijászkodni, és már az egyik táborban már le is lőttem szintén a balont, és megnyertük a versenyt az egész táborban. Nekem az, hogy magyar vagyok, az egész életet jelenti. El se tudom képzelni azt, hogy máshol és máshogyan legyek magyar.
Van egy csodálatos történet a Bibliában, amikor Jézus föltámasztja Lázárt, és amire odaér a sírhoz, odaér a családhoz, azt mondják a tanítványok, és nagyon, nagyon megszemélyesíti ez a mai kor emberét, azt mondja, hogy most jöttél, Jézus, már szaga van, már vége, már nem lehet mit tenni. Én úgy gondolom, hogy ez a már szaga van állapot, ez nagyon jellemző ránk, már lemondunk róla, azzal már nem lehet változtatni semmit, viszont van Jézus is, mivel van Jézus, ezért nincs ez a már szaga van állapot. Nem lehet lemondani a felvidéki magyarságról sem, erről a maroknyi gyermekről sem, akiknek nagy része nem is magyar iskolába jár, de mi akkor is megpróbáljuk őket megtartani és nevelni. Nincs már szaga van állapot, nincs ez, mert van Jézus. És ez a kereszténységnek a legnagyobb üzenete. Van feltámadás, van örök élet, van bűnbocsánat, ezért érdemes élni. A húsvéti üzenet pedig az, hogy menj, és Jézus élő testében szolgálj. Vidd az örömhírt, légy áldás, légy élő kő Jézus Krisztus országában. Ne a halott testet kenegessétek, hanem az élő testet építsétek. Sokszor elnézem a tévében a riportokat, ahol beszélgetnek a mosolygós közösség építő emberek, és milyen csodálatos, és mennyi ember van mögöttük. Nem igaz. Tehát a közösségépítésnek vannak árny oldala is. Vannak szülők, akik személyes megkeresés ellenére sem hozzák el a gyermekeket, mert azt mondják, hogy ők vásárolni mennek éppen, plázáznak Miskolcon. Ezt is meg lehet tenni. Vannak pofonok benne. De én úgy gondolom, hogy azokért kell hálásnak lennünk, akik vannak. És ezért a pár gyermekért ma itt Felvidéken nagyon hálásak vagyunk, mert ők a jövőnek az állogosai. Te formálod és alakítod a kicsiknek a világnézetét. Mit vegyenek észre az életben, miért adjanak hálát, hogyan gondolkozzanak. Olyan ez, mint amikor az agyakból formálsz valamit, egy csodálatos dolog, alkothatsz. Én úgy gondolom, hogy a mai korban az emberek már elszoktak az alkotásnak az örömétől. Mindenki részfeladatot végez, egy dolgozol egy gyárban egész nap, egy picike kis részt válasz abból az egészből, de nem teremtesz. És az Isten lelkével élni és közösséget építeni, de ezt mondom a hívő családoknak is, vagy bárkinek, az pedig a teremtésről szól, létrehozol valamit, alkotsz valamit, és ebben gyönyörködsz. Ez a szép. Túl vagyok az életnek a nagy-nagy viharain és a mélységein, és pont most mentek el a motorok a háttérben. Túl vagyok ezeken a viharokon, és nekem a húsvét a talpra állást jelenti. A csak azért is életet. Van új lehetőség, van új jövő, és én ezért vagyok hálás az Istennek. Budapesten az Erzsébet híd pesti hídfőjénél található katolikus templomban komoly rekonstrukciós munkálatok folytak az utóbbi időben. Ennek következményeképpen nagyon érdekes leletek kerültek napvilágra. A belvárosi templom Budapest legrégebbi temploma, és a legfrissebben felújított. Két évnyi munka után ma már teljes szépségében tündököl a március 15-e téren. Az első szakrális épület, a római kori erőd szentélye ma altemplomként kapta vissza régi funkcióját. Újra imádságot tartanak itt. Az a kétféle hívó szó, amivel a templomot beszoktuk mutatni az utóbbi időben, hogy az idők tanúja, ez az egyik. A másik, hogy Pest város méhe.
tudnék, hogy innen indult ki a városnak a fejlődése. Az, hogy idők tanulja, annak az oka az, hogy 200-tól 2000-ig kőbevésett dokumentum a történelemnek ez a templom, és valóban a kezdetek a római időkre nyúlnak vissza. Sőt, még korábbra. A felújítás során ugyanis megbontották a templom padlózatát, és a régészek még a római kori rétegek alatt is tudtak kutakodni. Így kiderült, hogy már nagyon régóta itt kelt át a Kárpát-medence lakossága a folyón. Ez a terület már az úgy tűnik, hogy az ősidőkben is egy nagyon fontos dunai átkelő volt, mert itt ezen a részen találtunk bronzkori leleteket, találtunk kelt, a késő kelt a maradványokat. A bronzkorból csak úgymond réteganyagot, tehát egy rétegben kerámia töredékeket, ide tartozó állatcsont leleteket, viszont a kelta időszakból ez egy késői korszak, az úgynevezett latin D periódus, ebből az időszakból már telepjelenségeket is, gödröket is találtunk. A rómaiak idején romboid formájú 86x84 méteres erőd állt a március 15-e téren. Az erőd belső falához ragasztva épült fel az akkori szentély, amelynek külső falait tárták fel most a régészek. Már 200-ban olyan helyőrségi tábor volt itt ezen a helyen, és hát végig persze ugye ez a Contra Aquincum területe, az a Duna mentén végig a római időkben helyőrségi táborok sora védte a birodalmat. Olyan hely volt itt a templom eredeti alapjain, amelyikben megtalálták a helyőrségi tábor parancsnoki épületét, és hát ennek a gyönyörű teradzó padlóját, illetve a padlófűtés csatornáját. Ez azért nagyon fontos, mert látszik, hogy nem csak ma van padlófűtés a templomban, de hát a rómaiak is tudtak már ilyet, és használták is. Az altemplomi részben meg is őrizték az egykori padlófűtés egy részét. Íme így nézett ki. A mediterrán klímához szokott rómaiaknak a pannon telek elképzelhetetlenek lettek volna fűtés nélkül. A Castellanum contra Teutanum néven is ismert. Erőd falaiba korábbi római épületek kőtöredékeit is beépítették. Ami nagyon érdekes és különlegessége a római leletnek, hogy ismerjük a parancsnok, az egyik parancsnok nevét is, Frigéridus Duxnak hívták. És amikor az Erzsébet hídot építették, akkor a Dunában megtaláltak egy aranyozott római parancsnoki sisakot. Ezek után nem kell nagyon a fantáziánkat elereszteni, hogy tudjuk, hogy kinek volt ez a sisakja. A sisak valószínűleg a 374-es kvád szarmata betörés során kerülhetett a Dunába, mikor az erőd maga is leégett. A provincia katonai parancsnoka Frigéridus Dux leváltása után is folytatódtak viszont az építkezések. Az erődöt kijavították. Később a civil lakosság vette birtokba, majd itt épült fel a Szent Istváni templom, majd a románkori ősbazilika is. Jól látszik itt is ma az alapfalak esetében és szövetében, hogy a másodlagosan beépített kövekből állt föl újra a templom. Mindig is ez így volt, hiszen a történelmi viharai pusztították, és a meglévő kövekből építették újjá. Hát itt is így történt, tehát nyilván a római meglévő kövekből épült föl a Szent Istváni templom, amelyiknek hát ilyen formában a mai templom eredetiében temették el Szent Gellért püspököt, minek utána a túlsó parton vértanúságot szenvedett, és ennek a templomnak az eredetiébe hozták ide. Gellért volt Szent István fiának, Imre hercegnek a nevelője. Imre 16 éves korában feladatát teljesítettnek vette, és visszavonult Bakonybélbe remetének. De István király hívására 7 év remete élet után térítő püspökké lett. A Csanádi Egyházmegye első püspökeként 100 000-eket térített meg. A Szent István halála utáni hatalmi harcoknak esett áldozatul. A vataféle lázadás résztvevői lökték a mélységbe, az akkor Kelen, ma Gellért-hegy csúcsáról. A püspök után maradt erekjét is őriz a templom, 2002-ben Muránóból hozták haza Szent Gellért sarokcsontját, amelyet itt az oltárban helyezték el. Erre a Szent Istváni templomra épült rá az 1200-as években az a nagy háromhajós román bazilika, melyik jáklébény méretű templom volt, és aminek az alapfalait találták meg most a társatások folyamán, és most itt vagyunk ezek között, az alapfalak között. Pest városának itt volt a szakrális központja, sőt a tényleges centruma is. Innen épült ki a város.
Ez úgy is lehetséges, és az is igazolja ezt, hogy mindig rév volt, tehát dunai átkelőhely volt ezen a ponton, és a gazdag kereskedők tudtak maguknak építeni ilyen méretű és színvonalú templomot. A román katedrális építői az előbb a váci, majd az esztergomi püspökség fennhatósága alá tartozó szabadpesti kereskedők valószínűleg már alaposan belebontottak az egykori római erőd külső falába is. Ma is látható ez, a déli toronyban van a legnagyobb éppen maradt románkori falazat a templomnak, ami egész Pestvárosnak a legnagyobb ilyen fala. A bontás miatt a templom a tatárjárás idején védhetetlenné vált, így ide nem menekülhettek a pestiek a mongolok elől. Az épület maga megúszta a tatárdúlást apróbb sérülésekkel. A gótikus építőmesterek viszont bővíteni kezdték, és alaposan át is alakították. Már az 1200-as évek román bazilikáját bővítették az oldalfalak mentén, egy nagyon szép gótikus toldalékkal, bővítéssel. Ez az 1300-as évek, tehát 100 évvel később. Ennek a bizonyítéka, hogy az 1300-as évek derekáról találtuk meg azt a freskót, ami hát az egyik híres nevezetessége a templomnak, a trónuló Madonna freskót, ami abban a pompájában került elő, ahogy 700 éve az itt megszületett, és itt áll 700 éve. A török dúlást a freskó csak úgy tudta túlélni, hogy elfalaszták. Lemeszelték és egy köpenyfallal védték, ennek köszönhető az, hogy megmaradt. Másrészt olyan festéket használt a művész, amelyik időtálló. És hát ennek köszönhető, hogy ma itt pompázik a szentély főhajó apszisában. És hát az egyik nagy nevezetessége, büszkesége, öröme a templomunknak. A török időkben a templomot középen egy fallal választották ketté. Csak a kápolna füzért és a körüljárható szentélyt használták mecsetként. Ekkor a hátsó traktus annyira romlott állapotba került, hogy egy keresztfalat húztak a törökök, és viszonylag kevéssé használták dzsámiként, imaházként, hanem inkább raktár volt a szakemberek vélekedése szerint. Mindenesetre ebből az időből maradt az a mihráb, amelyik a mai szentélyben megtekinthető. A mihráb magyarul imafülke. A muzulmán templomokban ez jelzi a mekkai Kába szentély és ezzel az imádkozás irányát. Általában gazdagon díszítették, bár itt ilyen szerény küllemű volt. A törököt ugyan túlélte a belvárosi templom, ha mecsetként is, de az 1723-as nagy tűzvészben leégett. Ekkor 14 éven át folytak a helyreállítási munkálatok barokk stílusban. Így ma minden stílus jegyeit megtalálhatjuk a templomon. Az 1700-as években barokk stílusban építették a hátsó traktust újjá is föl, és hát ez ma látszik nyilvánvalóan a két félben, a két templom félben, ugye a hátsó barokk rész és az első nagyon szép gótikus rész. Alant pedig az alapfalak a román bazilikának a falai. A templomot többször restaurálták, az 1800-as évek elején Hild János, 1889-ben Steindl Imre vezetésével. Érdekes, hogy a két helyreállító felújítás között az 1830-as években a támpillérek közeit árusító bódékkal építették be, amelyeket 100 éven át használtak is. Végül lebontották őket 1932-ben, és ekkor találtak rá újra a gótikus ablakokra és az ikerkapuzatra is. A belvárosi templom mindenkorban központi szerepet játszott a hitéletben. A hagyomány szerint itt tartották Árpádházi Szent Erzsébet eljegyzését, és itt mondtak ünnepi misét Hunyadi Mátyás királlyá választása előtt a királyért. Évszázadokon át temetkeztek ide gazdagok, majd itt épült fel az ország egyik legszebb hangú orgonája. És itt mutatta be Liszt Ferenc 1872. február 4-én a Missa Corallis című miséjét. A feltárás során derült csak ki, hogy valójában milyen sokan temetkeztek a templomba és környékére még 200 évvel ezelőtt is. Mindig a hagyományosan a templom, illetve a templomkert az temetőhely volt az ősegyháztól kezdve már a keresztények számára. Úgyhogy nagyon sok olyan leletet találtak, sírhelyet és holttesteket, akiknek a földi maradványi javarészt az 1800-as évekből való és arisztokrata családoknak a tagjai.
A tárlókban itt láthatóak most a felújítás során megtalált leletek, vagyis egy részük. A többi hamarosan érkezik. A gyönyörűséges, különböző korokból származó kőtöredékektől, kezdve román, gótikus és aztán későbbi századokból való kőtöredékektől, kezdve a női diadémon át, a gyönyörű pénz és rózsafüzér leletek, illetve nagyon szép kis feszületek, vagy éppenséggel egy az újra húzható gyertyatartó, ami hát egész különleges dolog, én magam sem láttam nagyon ilyet. Tehát nagyon gazdag az a lelet együttes, ami előkerült. Ezeknek egy része visszakerül majd ide a templomba, kiállításra. Most egy kicsit türelemmel kell lennünk, mert éppen a Történeti Múzeumnak a raktárát valami fertőzés érte, meg kell várnunk, amíg ez tisztázódik, és akkor lesz teljessé majd a kiállítási anyag. Az altemplom mellett a feltemplom is egészen más lett a több mint 300 milliós felújítás befejeztével. Egészen pompás lett a feltemplom is, valóban teljes mértékben megújult, ami rögtön szembeötlő és szembe tűnő az a burkolat, az új burkolat, amelyik teljesen más fényviszonyokat teremtett, illetve a szakemberek mondják, és magunk is halljuk, hogy az akusztikai adottságok megváltoztak. Még pompásabb a zenei környezet, amiben a megújult, megtisztított orgona is fölhangzik. Ugye ez az orgona, amelyiken Liszt Ferenc is nagyon gyakran játszott. Aki Liszt kedvenc pesti orgonájának hangjában gyönyörködne, szerdánként megteheti. A megújult belvárosi Nagy Boldogasszony templomba 16 órára várják az érdeklődőket orgona hangversenyre. Köszönöm a figyelmüket, ez volt az Élő Örökség. Jövő héten ugyanebben az időpontban várom Önöket, addig is kövessenek bennünket az interneten. Viszontlátásra!